happen here. Astralis against the ropes. Jason, Panzi, have some fun with this. Vissza is tértünk mi is. Érkezik a gyors B-köre a Faze-nek. Üdvözlünk mindenkit ismét. Szíve lennék kommentatársam az zeneszerző, de most erre túl sok időnk nincs. És jön be a támadás. Ajaj. Már is. 3 CT már is itt van bent. És egyre sere. Mégis van kapásból. A lerakás előtt. After planban viszont már valamivel nehezebb szituáció lesz itt a Astralis előtt. Van Diffuse kit és van főst, úgyhogy lehet menni. Magisk ott a fejes. Már is a második. Persze több. Hárman is egy helyen jönnek. Zipnix. Ő be tudja osztani a fejest. Mind a ketten kinéznek. Face-től. Ettől függetlenül Magisk. Harmadik fejes kiossza. Illetve lév is tud egyet ölni. Viszonylag tiszta pisztolykör. Az Astralis-tól idejük pedig van még jócskán. Ugyanis van Diffuse Kid. Mikor tudok mindössze egy embert kiszedni ezt is még a kör elején. Kell is. Ez a pisztolykör. Így van. Kell a pálya. Nagyon kell nekik. Ugye itt előnyben vannak, hiszen a Facecast terrorista oldalról, és azért ők tényleg inkább az individuumra hagyatkozva fognak játszani, nem pedig a bonyolultabb taktikákra, stratégiákra. Úgyhogy itt most azért van esélye az Astralisnek egy nagyon jó oldalt összehozni, és ezzel a pisztolykörrel ezt meg is kezdhetik. Full Echo-t fog játszani a Face Clan, harmadik körben fognak majd vásárolni, és 2-0-ra vezetnek nagyon sokak meglepetésére. Az összesítésben, Glaive, az nagy darálás, az nagy darálás. Rengeteg pénzt lett ezzel össze. Gyors 2-0, és már is érkeznek az AK-k. Pásból 5 darab. Egyébként egy scout, illetve egy UMP marad még a CT-knél. A scout alapvetően szerintem trénen nincs baj. Talán az a jelenleg mappóban lévő pálya, ahol legjobban kellenek a mesterlövész puskák, bár most ugye Death 2 visszakerült, így lehet, hogy ez már nem lesz igaz. Lehet, igen. Jobb a szerepe a mesterlövész puskának. Így van, és ha már Death 2 szóba került, ugye az lesz, vagy az lenne az ötödik pályánk, hogyha az Astralis most ezt a következő kettőt be tudja húzni. Ugye Train után Inferno következik majd, hogyha nyer az Astralis. Persze azt gondolom, hogy az Overpass kicsit meglepetésszerűen nyerte meg a Faze. Ott mindenképpen Astralis győzelemre számítottunk. Meglátjuk, hogy trénen hogy alakul. Zidnix teljesen vak, és látja a befutó terrorista játékosokat. Kerrigan nem tudja visszalőni. Viszont Exist megjelenik. Nem egy gyalog, de azért itt van. Itt van, bizony. Nem tud leészelni, Glaive tudja őt megölni, így 3-0. Bomba sem került le. Echozni fog a Face Clan. És az ötödik körben fognak tudni vásárolni. Akkor viszont már lehet, hogy AWP-t is láthatunk Guardian kezében. Amivel azért az eddigi pályákon egészen lenyűgöző teljesítményt mutatott. Glaive, kinéz, nem lát semmit. Nem sokkal ment mellé, de mellé. Akkor lehet, hogy kapja is. De leginkább Magisk-t a kiopcióval. Első Dupri segíthet be Popdogból, Glaive 7-0-ban azért. Egy kemény még, jó, oké, csak a negyedik körbe járunk, de ez is darálva, akár Magisk által is, így is van. Exist egy V5-ben, majd akkor már is. Mekkora a Face teljes csapata, 4-0. Igen, nagyon gyors 4-0.
És ahogy te is mondtad, ugye Glaive most már 8 öléssel áll 4 kör után, és nagyon kell is neki most ez a kis önbizalomnövelés, hiszen az előző pályán elbukott egy olyan 1v1 szituációt, amit hát talán nem kellett volna ezen a szinten elbukni. Mindenesetre jó, hogy összetudta szedni magát erre a harmadik pályára. Éppen itt az ideje. Előjönnek a fegyverek, Guardian kezében ott az LVP. Na most már el kell kezdeni a köröket hozni. És Rain tudják meglepni. 0-5-ben van most már Rain. El csípkednek egy-egy játékosokat. Ezt láthatjuk lényegben az összes többi pályán cashen, illetve overpassen is. De ez nem volt elég. Igen, igen. Főleg cashen elég rosszul használta ki az Astralis az ember előny helyzeteit. Tehát most már egy másik pályán vagyunk. És innentől kezdve azért a Faze-nek hát talán egyre nehezebb dolga lesz. Újból B-támadás lehet ebből. Már a harmadik CT is közeledik ide, így nagyon nehéz lesz bemenni. Kvázi esélytelen. Nagyon hamar be kéne lőni ezeket a fejeket, még mielőtt az Entrik az Astralis oldalán landolnak. Végül is visszament a harmadik játékos, és csak ketten vannak itt, és most indul el Glaive, gyönyörű egy tap. Ott a második. Ott a harmadik, elképesztő. 11-0-ban van a Dán irányító. És ezzel 5-0 az Astralis javára. Miközben nagy fölénnyel, tehát még csak nem is voltak szorosak nagyon a körök. Itt Guardian tömani érkezett a szép quick scope, illetve hát szép volt, csak nem talált. Igen. Igen, láthatjuk a statisztikát 2018-ban. Valóban az Astralis egy legerősebb pályájáról beszélünk, amikor Traint hozzuk szóba. 75%-os win rate, azért az kimagasló. Még a top csapatok között is. Kimagasló, de a Faze-nek ez jobb egyébként, nem? Ez az arány. Nem feltétlenül a Lanon, de összességében ez az arány jobb, hogyha ugyan igaz. A Faze-nek? Igen. Hát, azonnal megnézem neked. ...54% a Faze aránya az utóbbi 6 hónapban. Most láthatjuk a játékosok statisztikáit. Rain és Kerrigan az, aki még nem tudott ölni ezen a pályán 5 kör elteltével. És Nico sem tudja növelni az 1 killjének számát. A másik oldalon ellenben Magisk és Glaive az, aki hát minden munkát elvégez eddig. Hát eddig. Skardian már kifogott rajta azért a Dezivel. Zolkába bement a vonat alá. Glaive 13-1-ben van. Azért az... hát... meglepő. Na, valószínűleg taktikai időkérést láthatunk. Vagy nem? Nem. Pillanatra azt hittem. Ugye az eddigi pályák során nagyon hamar kikérték az időket a csapatok. Leginkább az Astralis. Igen, de a Faze is kihasználta az időkéréseit. Ugye mindegyik, mindkét pálya overtime-ban végződött, úgyhogy volt idő, amikor ki lehetett kérni. Itt viszont 6-0 és még nem kérték ki. Pedig most már muszáj elkezdeni köröket nyerni. Device. Hoppá. Sokronál csípjel Nikót. No, az Entry ott van a Faze-nél, muszáj lenne élni vele. Jelenleg Bane csak egy ember van, és az is nagyon passzívan védekezik Connector felől.
arra számítanak, hogy átámadás lesz ebből, és igazuk is lehet, hiszen Popdog környékén, illetve Ivy-nál vannak a terrorista játékosok. Érkeznek a füstök. Van ez a maga késői. Lév, be tudja lőni a fejest, és ott a második! Hát ez hihetetlen. Hát felébred, Lév. Még mondhatjuk, hogy időben, bár lehet, hogy nem a harmadik pályán kellett volna, de... legyen. Nico megkapja az LVP-t. Emberhátrányból kell kivédekezni ezt a FaZe klánnak. Narain. Ez óriási lehet, hogy sikerül megkerülni a CT-ket. De számítanak rá? Hát ez hihetetlen. A zsiszk. De baj, még lévél, tehát... Viszont az idő vészesen fogy most már. Jaj. Nek a válaszok, megvan mindegyik. Van idő? Ez megvan még. Éppen. Talán egy másodperc. Hát egy másodperc talán volt, igen. Ez nagyon kellett ez Glee-nek a duplája. Szegény feje kezd úgy kinézni, mint Magisnek. Nagyon vörös lenni. Hát nagy küzdés. Nagy küzdelem fog következni most az Astralis-tól. Hát ilyen No Mercy style-ban kell további köröket lejátszaniuk. 7-0 bombát rakott a FaZe, úgyhogy tudnak vásárolni. LVP is ott van Guardian kezében. De egyelőre ez nem néz ki jól. Kerrigan továbbra sem tudott ölni. Jó. Az rossz. Szép rántás volt. Szépen ő megvan az alkával. Erős CT pálya azért a train, de nem ennyire. Nem. Azért egy 4 kart mindenképpen hoznia kell a FaZe-nek, és egyelőre óriási erőfölényt látok az Astralis-nál. Ideje volt már ennek az erőfölénynek. Igen, igazából, ugye mert az első 2 pályán is nagyjából erre számítottunk, legalábbis a korábbi formák alapján, aztán hát megcáfolt minket a FaZe elég erősen. Sokkal jobb formát mutatnak eddig a mai napon, mint amit akár tennap előtt láthattunk náluk. Viszont most úgy látszik, hogy kezdenek megtörni. Össze kell szedni magukat, Device. Glaive, hát ez hihetetlen. Guardian is lane, 2v3-ban, viszont idejük már nagyon nincsen. És az mellé megy, ezzel vége a körnek. 8-0, és érkezik az időkérés. Hát valamit ki kell találni. Hát ez így kicsit méltatlan a korábbiakhoz képest. Hát eléggé. Egyébként megnézzük egy olyan statisztikát, hogy Glaive a többi Astralis játékoshoz képest hány füstkillel, füstön át történő killel rendelkezik, mert elképesztően sokkal. De nekem az az élményem, hogy azért pályánként egy 4-5 kill biztos, hogy füstön át történik. És több is. Lehet, hogy van több, de mondjuk legalább. És azt is észrevettem, hogy amikor 1v1 szituáció, tehát egy ilyen párharc szituáció van, és füst választja el a két játékost, akkor Glaive mindig hamarabb meglátja az ellenfelét, mint fordítva történik. Úgyhogy nagyon-nagyon érzi ezeket a füstöket. Nincs meg a második Kerrigannek, Rain egyedül, itt Desert Eagle társaságában. Egyszerűbb lett volna számára Device-t belülni, amíg granátot dobott.
Ez nem történt Annyi meg. gátot kap az lába alá. Hát elég sok HP-ben megúszt egyébként, tehát... Mire még nem rossz. Hát igen, viszont bombája nincs. És így egyelőre esélyesen. Hoppá! Okay. Hoppá! Lootolt egy AK-t. Ajaj. Prefire jó volt. Menj ma néz. Taktikre. Ránéz, jön ki a vakító. Ebben nem néz bele senki. Nagyon jól tudja az Astralis, hogy bomba megvan nekik. Hideg vérrel kell játszani. Még Rain ellövöldözgeti magát, pedig jó is lesz, bár Magisk. Most meghal, Rain. 1v1-be Device-szal rá kell mennie. Meg legyen neki, de Device a CZ-vel agresszívba vált. Kiszedi Rain-t. Hú. Ott már... Nagyon közel volt. Ezt nem mindenki akar szerepelni az adásban. Érthető. Kilenc nulla. Hát nem erre számítottunk. Alapvetően még a meccs elején, illetve a meccs elején számítottam valami hasonlóra, de az utóbbi két pálya után én biztos, hogy nem mondtam valamit, hogy most már tényleg ilyen igen. Nagyon-nagyon szoros volt a két pálya. Device, az hogy csípt el? Hát elképesztő. És már is kell igen egyedül. Még majdnem másfél perc van hátra. Bomba előtte van, felveheti, viszont szerintem nem sejti azt, hogy van fölötte is egy játékos. Mögötte is. Hát és most meg fog halni. Mondjuk elég gyors volt. 10-0. Mert kimondani is rossz. Hát esetleg mondjuk kellene majd. Hát, bár mondjuk lehet, hogy csak inkább ilyen pisztoly kevó. Esetleg is egy-két gránát is, akkor ez még úgy mehetne is. Taktikai időkérés kijött, ideje volt már. Van még kettő, fel tudok majd használni. Nem feltétlenül ez a pálya lesz az, amit be kell majd húzanak. Nem, igazából... Igazából ez egy jó kérdés, hogy amikor ilyen nagy hátrányba kerül az ember, jó, nyilván soha tudni, de azért elő-elő kerül az a gondolat, hogy hát végülis vezetünk már 2-0-ra is. Az Inferno, az talán jobban fekszik a csapatnak, mint a Train, hát... Lehet, hogy majd inkább arra kéne jobban koncentrálni, most éppen ráforszolnak. Inferno jobban fekszik a csapatnak? Tegnap kikaptak a tárgyakot. Hát a stílusának talán jobban, mint a Train. Azért a Train az... Az talán több taktikai felkészülést igényel, mint az Inferno. Na, Dupri. Hát Dupri. Hihetetlen. Belövi az entryt. Igen, nem számítanak rá. És utána gond egyet, ez visszamegy. Megteheti. Magix viszont meghal. És hasonlóan agresszív volt, Nico érkezett be mainbe. Maradék három terve, mit tud tenni? Mi vesz? Most fog visszarotálni majd ára, de sőt, Zipnix is. De üresen hagyják. Bent lerakót. Év. Lekerülheti az egész csapatot. Nikonak viszont nagyon jó a pozíciója. Lév. Találkozik senkivel, ez a legszebb az egészben. Igen. És most mennek vissza T-spawn felé. Már 30 másodperc van hátra, itt most már gyorsan meg kell indulni. Nico az, aki ugyanúgy ellenfelet keres, és nem talál. Basztek. De hát ezt nem is értem.
Hát Dupli pontosan tudja, hogy nincsen B-nél senki. Hát ezt Nikónak el kellett volna lőni. Ezzel most elmehet a kör. Le kéne rakni a bombát. Guardian egyedül. Egy. Pirti kell. Terik az idő. Ajaj. Device 11 HP 4v1-ben. Most már Guardiannal szemben, aki kinéz, viszont a vakitól jó. Egy KVP-s játékos lesz az erősebb, Guardian akár van, tehát... Device már elbukta lényegében. Felszed, egy golyó bele a füstbe. Már meg is meg halt. Is van. Guardiannak sikerül megnyerni ezt az 1v3 szituációt, és ezzel a FaZe végre felkerül az eredményjelzőre. Igen, hát, abban igazad van, hogy ugye kikaptak a Tyloo ellen Infernón, viszont a Tyloo-nak az egyik legerősebb pálya Inferno, és a legjátszottabb is. És legjobban lehet demozni, hát, ezek szerint. Igen, de közben meg nem, mert ezek az ázsiai, kínai csapatok olyan megoldásokat találnak, tehát például nagyon gyakran láttam azt korábbi mérkőzéseken, hogy graveyardba bújnak, ami mostanában mondjuk elő-elő került, főleg az amerikai csapatok által az a pozíció, de az európaiaknak ismeretlen volt, hogy minden használták ki. Na, Xipnix csak egyet tud elvinni, és ezúttal Kerrigan nézi a feljövő játékost. Hú, nem sokon múlt. Megpróbálja visszafoglalni ezt az Astralis. Igazából annyira nem állnak jól anyagilag, szóval lehet, hogy a mentés az jobb lenne, mondjuk ha ilyen fejlővéseket lőnek, akkor nem számít. Uha, Glaive, 2v2 most már. Megvan neki Kerrigan is, nem tud számítani Rain-re. Rain ez a pozíció, megvan neki egy ember. Divas messze, idő pedig nincs. Rain-t kiszedi, de függetlenül a kör megvan a FaZe-nek. Viszont kevés fegyvert mentettek ki, konkrétan nulla, illetve hát gondolom ki most a, igen, fejezetet nullát, úgyhogy túlságosan sok pénzük nem fog maradni. Igen, drága kör volt. És taktikai időkérés az Astralisnál? De ennyire csak nem rossz a helyzet, így van, inkább a Faze éri ki. Hát nagyon szükségük van erre a maradék három körre. Nem lesz egyszerű dolgok behúzni. És főleg, hogy azért az Astralis meg teljesen kényelmesen tud vásárolni. Lépni egy UMP van, de ez nem akkora probléma. Egy erős SMG-ről van szó. És agresszív hosszún. Granát most jó lesz. Nem annyira, mint eleinte tűnt. Na, az ebben már sokkal hatékonyabb volt. Végül feladják az IV-t elmondást, FaZe Clan játékosai visszasorolnak a pálya közepére, mondhatjuk. 4 CT van még állni, úgyhogy oda nagyon nehéz lesz bejutni. Device kezdi a fregelést, exist egy GPL. Egy ember hátrányból kéne támadni, hát ez nehéz lesz. Most már 2 CT is van B-nél. Érkeznek a füstök, molotovok, flashek. Xipnix teljesen vak. És Rain dupla. Tudnak tenni Guardiannek a pozíción, aranyat érhet majd.
toltam a füstöt, számít még valaki ja. Esetleg konnektorba, de az is jó, hogyha megvárja a füstöt, hogy eltűnjön. Elérkezett még egy csapattársától. A füst fölött nem fog észrevenni senkit, ott esetleg már Dupree-t lehetne ellőni, csak hallásra. Guardian, hát jön, tékázik egyet! Puhu. Ajaj! Hát ez nagyon rosszul jött ki. Multikillnek multikill, de nem a legjobb. A moló viszont jó, Kerrigan húzza az időt, megvan még egy kör. Faze-nek, Kerrigant még azért el szeretné csírni magának, Magisk nem jön össze, és még fel sem robban. Azért az óriási pech volt, hogy az Guardian pont leszpélyelte a csapattársát is. Az nagy pech volt. Mindenesetre megvan a harmadik kör. És még további kettőt gyűjthetnek be itt az első fél időben. Lévek továbbra is 170-es az átlagos sebzés kiosztása körönként. Nagyon komoly. Jó. Uha, érkezik. Majd akkor én is, Divász egyet el tud lenni, illetve Glaive is, na. De nincs más, akkor majd a CZ-vel fog aprítani. Ez a fáj most elég adja neki. 3v3 viszont az állás még mindig. De tovább zárkozni a félre, ez a kérdés. Egyébként nagyon úgy néz ki, hogy igen, Divász és Zipnix már csak. Divásznál van a erősebb fegyver, ott meglát a Guardiant. Időzítés, a fejes, nagyon szép. 1v3-ba Divász pedig túl sok minden nem hinném, hogy tud majd csinálni, alkotni. Egy ember sem tud elcsütni még a füst szélén sem. Bomba még létre a szobába fog érkezni. A másodperc az órán érkezik a füst, hogy kizárják Divászot, vagy éppen letúrják füstön át, hogy biztosra menjenek. Ki tudja menteni az EVP-t? Hát az futnia kéne, és nem inkább kijönni CT-re. Hát Guardian az AK-val is aprít. Nem véletlenül. 14. Nem hittettük, hogy azért ő is esélyes az MVP címre. Hát igen, valószínűleg Magisk és Guardian között fog ez eloszlani. Hát 3-0-ra eloszlani nem, valamelyikük fogja megkapni. Hogy 3-0-ra nyer a Faze, akkor azért valószínűleg Guardian fogja megkapni. Viszonylag ritka azért, hogy a... Nagyon ritka. Hát ugye Simple esetében volt egy ilyen, ja, hát most... Hát Simple a Simple, tehát az más. Hát igen. És nem egy ilyen volt, ez már második, minden igaz. Igen? Igen. Ja tényleg, igazad van. Volt is erről egy interjú. Guardian akkor most már az AWP-vel. 3 CT maradt már csak. Nagyon hamar 10-5 is lehet akkor. Csak 3-4-ben nem oldják meg. Így viszont annyira nem rosszak a trédek. Divász! Ó, füstön át. Hát ez hihetetlen. Nagyon jól nézett ki ez a kör a Faze számára, de... De ez a két kill Divice-tól ez elképesztő volt. 11-4-jel fordulunk második fél időre. Elég lesz a négy kör. Azért a CT oldala sokkal erősebb a Faze-nek trénen, de... Azért nekem ez kevésnek tűnik. Két perc szünetre elmegyünk, utána pedig kiderül, hogy vissza tud-e jönni erre a pályára a Faze csapata.
akkor vissza is tértünk most már a második fél idővel. Két játékos is gránátot vett. Device, illetve Glaive. Ezeket dobják is be egyből. Ára. Itt lerakor és jönnek is be. Terrorok. Nico kifejel egyet, ott lehet neki a második, a harmadik, és akár a negyedik is neki fogy az USP. Device és Magisk. Ilyen tripla után még vissza... Huff. Majdnem. Majdnem vissza tudok jönni. Óriási mészárlás. Belénk folytják a szót, tehát... Kellett, Nico... kellett. Nagyon kellett ez a hősies megmozdulás Nikótól. Utána egyben jött hiszen óriási is. Igen. Túl sokat nem kellett rántani egyébként célkereszten, de akkor is kellett hozzá egy Nico. Igen. Nagyon nagy hátrányban van a csapata, úgyhogy muszáj volt egy heroikus megmozdulást eszközölni rögtön itt a második pisztolykörben ezen a pályán. És mivel nem volt bombarakás, ezért Forcebite láthatunk az Astralis-tól. Úgyhogy ha jól veszi az akadályokat most a FaZe, akkor 11 hétig menetelhetnek. Onnantól viszont nehéz dolguk lesz, azt gondolom. Rain van felbusztolva. Átkötőnél. Eléggé, hát gyakorlatilag minden néznek a CT-k, úgyhogy nagyon nem érheti őket meglepetés. Ilyes serez, nem rossz, viszont érkezik. Nem rossz. De nem tud elérni senkit. Kerülje már annál inkább. Ez baj. Lázárnak a CT-k, úgyhogy plantra kusuk lehetőség nincs. Zitnix 1v3-ban. De lehet lenni Kerrigan most már, de nem, egyébként még sem jön össze. 3 kázik a famasszal, 31 HP-val, nagy kevót. Diffuse kitett is egy famaszt végül kiment. Ekózni kell az Astralisnál. Így van, úgyhogy valóban 11 hétig menetelt a FaZe. Egyébként láthatjuk, hogy ugye Nico ezzel a három pisztolykörbeli fregével még mindig az utolsó előtti a csapatban. Tehát tényleg nagyon nagy szükség van rá, hogy elkezdi azt a formát nyújtani, amit elvárunk és megszoktunk tőle. Gerdán itt több lépést is hallott, infózhatta a csapatának, hogy legalább 2-3 ember itt van. Ezre a glockokkal nem szabad, hogy meglepetést okozzon az Astralis. Aztán nem is fognak, főleg, hogyha belefognak ebbe az MP9-be, illetve elkezdtek az M4-jébe. Már nem rosszak a sebzések. Wolverland ez meg lesz, tehát ez már bőven elég jó teljesítmény, és még egészet is ellövik. A HL viszont érkezik. Az már azért nagyobb sebzést okoz. Hát igen, itt azért... Guardian és Exist csak egyet-egyet tudott elvinni, ennél azért többre számítottunk talán. De a lényeg, hogy a kör megvan, három fegyvert kimentettek. Viszont most érkezik a fegyveres kör az Astralis-tól. Bombarakás volt, úgyhogy teljesen jó lesz a setup. Kíváncsiak, hogy AWP lesz-e, és lesz. Ott van Device kezében. Na innentől óriási nyomás helyezedik a FaZe Clan tagjaira. Xipnix nagyon gyorsan elindul B felé. Ez egy gyors B támadás lesz? Úgy néz ki. Exist. És Nico. Ugye serék. Magisk érkezik be, most már kiszedik közelről CT-t. Lekerül a bomba 3v3-ba. Kicsit megpirul Rain. Ilyen például sebződik le, illetve tud infót szolgáltatni Terrorról. Magisk viszont közel, nincs róla info, Dupri kiszedi Kerrigant.
A Chase-nek nagyon jó lesz itt a pozíciója. Bizony, ezt megnyerheti ezt a kört. Micsoda? Ó, lebukott. Rain. Egyes sere még így is. Dupri Guardiannal szembe, illetve mi mögött ott van Glaive, úgyhogy igazából Gerdinak már futnia kell. Még mehet esetleg Rivert elvenni, megpróbálhatná, bár náluk sincsen túl sok pénz. Nincs. Viszont a Faze-nek sincs. Ugye Rain, Nico tud venni, de Existen és Kerrigan-nél vannak gondok. Guardian fog tudni egyet dobni. És végül is csak egy gyengébb fegyvert fogunk látni valószínűleg. De egy UMP-t, esetleg CZ-t. UMP Kerrigan-nél. És Nico... Nico vett egy második LVP-t, jól látom? Igen. Dupla LVP setup-pal folytatjuk. Nincs sok pénz, de ami van, azt elköltik. Igen. Hát ugye túl sok lehetőségük nincsen kísérletezni. Hogyha ezt a kört elveszítik, echozni kell, valószínűleg megy a pálya is vele. Ez megint történt valami a nézők között, hogy most szimplán Nikónak a agresszív pozíciójára reagáltak. Mit mondanak? Nem tudom. Nem csak én nem értem. Nem, én általában nem szoktam az ilyen közönség szójákat érteni. Én akkor mindig a Twitch chatet nézem. Dupli kezdi meg a fregelést. A Rain-re tud entry. Az igen. Nagyon szép válasz. De Dupli. Kapásból dupla. Duplálhatja vissza. Guardian exist. 2v4-ben. Hát ezt ki kéne menteni. Egyben kötelező lenne a mentés. Így viszont, hát hiába a két fegyver, szerintem nem lehet mellé forszolni, tehát egyszerűen nincs pénz. Az amely nem lehet, de kell. Hát 13 hétnél mondjuk még az utolsó lehetőség van echozni. Igen. Ó, de szűk ez a szög, amit Guardian tart. Láthatjuk Dupri megmozdulását. Rain, Nico, majd Kerrigan hullott el. ...13-7. És nem forszolva. Ekkort láthatunk, nem. Ekkózik a Faze, így... Ha csak nincsen valamilyen heroikus megmozdulás, mert pedig ezzel próbálkoznak, Exist áttolja a füstöt, beleakadt egy játékosba. Mi? De még fel is ugrott, mert beleakadt is, nem? Akkor Exist dupla. Kezdünk ezzel. És bomba. A bombát, így van. Guardian annál többet hibázik, viszont Kerrigan az USP-vel tud ölni. Exist, ott a harmadik. Két kimentett fegyverrel hozzák le a kört. Na jó. Ez nagyon szép volt Exist-től. Kicsit már úgy tűnt, mintha lekésre volna ezt az egész pillanatot, amit feltárulkozott neki, de aztán végül nagyon jól jött ki a lépés. Előtte a két játékost, ezzel együtt a bombát is, és a Saiton pedig Kerrigan és Guardian tudott lőni, úgyhogy... A full echo-t nyeri meg a két kimentett fegyverrel a Faze. 13-8, folytathatják a menetelést. Innentől viszont, hát ennek hibátlanak kell lennie. Ugye most az Astralis fegyverzete eléggé gyengécske. Egy AK, egy LVP és pisztolyok. Ezt az akadályt mindenképp hárítani kell. Az igen, Nico, az gyönyörű volt. Egy embert így is buktak. Lehet, hogy azért az irányítót könnyebb elveszteni, mint egy sztárjátékost. Bármennyire device. Igen. Jelenleg sztárjáték is ezen a pályán.
Lehet, hogy inkább Glaive vette át ezt a szerepet. X. Közben chatüzenetek hangjait hallom. Úgyhogy lehet, hogy megint technikai szünet fog következni. Egy szintlen csak egy taktikai. Persze, lehet, hogy ilyenkor még nem kérnék ki. Á. Na lássuk, hogy fog történni. Nikon még egyet tud ölni. Guardian, az nem volt messze. Ha. Hoppá. Micsoda? Oké, Nikon. Te jó ég. Nem egy main AWP-s, attól függetlenül nem bánik rosszul ezzel a fegyverrel. A bomba kiesett elé. Aglév, 1v3, gyerünk. 10 szek, most is ilyen nincs, és már csak egzicet sem tudja megölni. Pontos akadályt hárít a phase. És ha minden igaz, most ekóznia kell az Astralisnak is. Igen, $2000. Ugye második körös lose bonus. A harmadikkal együtt már pont egy jó AK-s vásárlás ki fog jönni. AWP valószínűleg nem lesz. Ha csak nem raknak bombát. És mondjuk valaki sokat tud ölni. Nem jött egy időkérés. Nem. No, lássuk, hogyan tudja megoldani ezt a full echo-t a FaZe Clan. Ugye 13-10-zel már megvetheti a lábát ezen a pályán. A vérszemet kaphatnak. Felsorakoznak az Astralis játékosai. Exis és Guardian az, aki itt van a közelben. Valószínűleg a bombaplantot amúgy nem tudják majd megakadályozni. Nem is feltétlenül akarják, akkor közelebb helyezkednének azért. Bár biztosan kellene, hogy ez eléggé veszélyes. Igen, ez trükkös. Hát mondjuk így nem... Az igen. Túl egyszerűen jutnak be oda. Szeretnék megakadályozni, de nem fog összejönni. Hát ez hogy nem volt meg. Emberveszteség nélkül oldja meg a phase. Bombarakás megtörtént, ez majdnem úgy garantált volt. Itt igazából dönteni kellett, hogy mit szeretnének, tehát hogy igen. Rizikósabban elbuknak egy fegyvert szinte biztosan, és akkor lehet, hogy megakadályozzák a bombaplantot, lehet. Vagy inkább odaadják a bombaplantot, de nem hal meg senki. Igen, így viszont lesz AWP device-nál. Meglátjuk, hogy ez mekkora problémát jelent majd. Igaz, hogy mondjuk Glass Cannon. Szerintem ezt jobban is meg lehetett volna oldani. Az Astralisnál. De mindegy. Nem biztos, hogy számít. Device rögtön meghal. Ki tud-e menekülni, Kerrigan? Éppen. Dupri észrevétlenül a vonat tetején. Ups. Ajaj. Most volt. Most már lehet, hogy nem észrevétlen. Jönnek vissza a fézesek. És egy időbe... Ha, Dupri hall egy szkópolást. De számítanak rá! Hát Tico! Szerintem éppen meglátta a csövét. Nico előttem. Emberelőny a phase-nél, viszont azért vannak elég kevés HP-k, amiket az LK-val meg lehet oldani. Magician AWP van. És Xipnix pozíciója. Erre senki nem számít. Ott a dupla, gyönyörű Xipnix-től. Ezzel megnyerheti ezt a kört. Kerrigan egyedül. Belesétel Magisk célkeresztjébe. 14-10. Fog tudni vásárolni a phase, de hát ez nem néz ki egyelőre jól. Hiába volt az emberelő, hogy náluk nem tudtak mindent lefedni. Én
így oké, egy AVP, még mindig van fullos vásárlás a Astralisnak. De szemben a phase azért már mindig megy Shinli vásárlásra a dolgokat. Van dupla AVP-k ugyan, de most látszik, már nem volt. Már nem jutott. Igen, és ez el is fogy ezzel a körrel, szóval ha ezt a kört mennyire az Astralis, akkor valószínűleg hamarosan Infernón látjuk magunkat. No, ez egy A-execute támadás lesz. Érkeznek a beállított füstök, molotovok. Nikó. És erre 4v4-be kellene, hogy bejöjjenek az asztalizusok. Jönnek is a dánok. Nikó. Elcsípett valakit, mondjuk device-t. Az gyönyörű. Fáradsz. Meg is nyeri, és ott lehet neki a második damage-isk. Közel. Visszalövi. 3v3 már is. 40 másodpercen, mivel tudnak alkotni, Dupri kapja a hitet füstön át. Ide jobb pozíciót tud felvenni. Exist pedig már létre a szobába érkezett hátba. Kijön a füstből. Jó pár játékos hátba lőhet, mondjuk kezdve Zipnix-el. Megvan neki egy. De már lőnek rá. Magis meghal Kerrigan által. Dupri visszalövi. 1v2 most már. 1v3-ból, de Guardian megérkezik. Nagyon szépen egyszerre néztek ki rá végül. Nem hagyták, hogy a bombát megszerezés lerakja. A Virtus Pro rajongókat láttunk egy pillanat erejéig. 14-11. Újabb reset az Astralis számára. Ekózniuk kell. És mászik vissza a Face Clan. Ne felejtsük el, hogy 14-4-es arányból jöttek vissza. Kérdés csak az, hogy utolérik-e időben az Astralis csapatát, még mielőtt elérik azt a bizonyos 16-os limitet. Itt az első időkérés az Astralisnak. Egyébként ugye Kerrigan számára nagyon rosszul indult ez a pálya, azonban azóta már egészen összeszedte magát. Lássuk, meg tudja birkózni a phase ezzel a full echo-val. Exist-re jönnek rá sokan, nagyon jó a spray. Ott a harmadik. Gyorsan ledarálta a Face Clan ezt az Echo-t, és akkor lássuk, mi lesz a vásárlós körben. Kettő. És ott a harmadik. Megkaphatja Nikót akár, hogyha agresszívabbra vált CT, de nem, inkább Rain van itt az MP9-el, nagyon közel. Nincs van MP9-el? Miközben Glaive. Itt van MP9-el, elszámolták magukat? Ingyen kör. De szerintem nem számolták el. Mert tudniuk kellett. Hogy, tehát hogy Exist biztos érezte, hogy nagyon könnyen halnak a terrorista játékosok. Hát végül is használható az az MP9, és most már el is dobta, úgyhogy lényegtelen. És úgy látszik, hogy itt egy terelés láthatunk majd Glaive-től. Hát a bombát láthatták. Majdnem elcsípte. Visszavonulót fújt az Astralis, inkább át fogják megtámadni Popdog felől. Az gyönyörű volt, Rain. Glaive egyedül. Rain triplája után. 14 HP-val mit tud még tenni. Bomba is nincs nála, szóval semmit. 14-13. Vészesen közeledik a Face Clan. Volt már olyan BO5 így a Cségú történetében, ahol az összes pálya hosszabbításos volt? Én nem tudok róla. Szerintem nem.
Legyen? Azt benne mondom? Van. Hosszú ideig itt leszünk, akkor a sex stream-mel kicsit megcsúszunk, illetve lehet, hogy bemaradunk pár meccsről. És hiszlek, hogy sem még az is lesz a mai nap folyamán. Elméletileg közel 2 órától kellene kezdenünk, de hát... Jövőben nem fogok hagyni egy ilyen döntőt. Az biztos, hogy nem. Panikom. Ez most hirtelen nagy skill kellene, de azért... Azért ezeket is be kell lőni. Dezi, egy Glock is, egy P2-t van még. Másik Glock, már az sem. Nagyon tiszta anti-echo. 14-14. Rengeteg pénz van a FaZe-nek. Időkérés az Astralisnál. És ha ezt a kört elveszítik, akkor nagyon nehéz lesz. Ha viszont megnyerik, akkor a FaZe mindig tud vásárolni a 30. körben, hogy kihozzák hosszabbításra. Én a kérdés, hogy tegnap az Astralis 3. fokot miért nem adtátok? Adtuk, csak az első 8 körről lemaradtunk, és elment az interneten. Ezzel nem tudom mit kezdeni. Hát a McDonald's van, ugye elég instabil a helyzet. Lose. Így van, később csatlakoztunk csak be, de egyébként egy érdekes pálya volt a 3. is. Ahhoz képest, hogy a 2. milyen szorosan alakult, a 3. már kevésbé. No, 14-14. Device kezében van AWP, azonban megint csak lesz Canon, hiszen páncélra már nem jutott. Egy pillanat ráthatott egy fegyvercsövet Rain. Lassan közelítünk az 1 perchez, ami a hátralévő időt illeti. És még nem alakult ki, hogy mi fog történni. Valószínűleg most már föl fognak állni egy átámadásra az Astralis játékosai. Most popdogra érkezik majd egy popflash. Ami mondjuk nem fog érinteni senkit, mert nincs benn már senki. Értem, el kell foglalni. Device. Érkeznek a füstök. Side köré. Rain. Dupla. Hát akkor a FaZe. Gyönyörű. Gyönyörű. Szépen voltak a trédek, illetve hát nagyon nem is kellett mit visszatrédelni. Füstből kiérkező játékosokat játszik könnyedséggel azért el tudták lőni. Igen, a Rain duplája után már nagyon nehéz volt reagálni erre. Az... kijöve, óriási hátrányban van egy játékos. És Nico pedig nagyon szépen tartotta a füstöt, úgyhogy be tudta fejezni ezt a kört. 15-14-re átveszi a vezetést a FaZe Clan. 11-4-ről másznak vissza. És itt a következő körben akár meg is nyerhetik ezt a rendezvényt. Volt 10-0 is, ami még talán... Ó, igen. Ijesztő. Ráadásul. Igazad van, 10-0-ról. Átveszik a vezetést. Hát újabb bizonyíték arra, hogy nem szabad feladni soha. Ilyen pedig én már emlegettem ilyet. És benne van ez is, bár igaz, hogy azért az... tökéletesebb. Alig van gránát, nézd meg. A fegyverek tekintetében korrekt, viszont ennyi gránáttal... hát nagyon nehéz lesz. Nico. Két játékossal találkozhat hamarosan. Hát
lévet eléggé megpirítja. Ó, Dupri. Nagyon szép lövés Dupritől. Nagyon nagy szükségük is volt erre. Hát négyben támad, ezért már jóval egyszerűbb. Megint Benti lerakót. Na igen. Na, mi lesz? Mi lesz a célpont? A Device és Xipnix popdogon keresztül könnyedén visszajuthat ára. És Magisk az, aki Ivy-t figyeli. És most már 35 másodperc, meg kéne indulni. Főleg Magisknek egyébként, aki CT-ket hátba lőhetné. A Glaive fölnézze, Kerrigan fölötte van, 1-1-es csere. Hát ilyen, ajaj. Meg tudja, hogy Device is ott lett neki akár a dupla nagyon hamar. Glaive és Xipnix. 2v3-ban kell megutasság, 10 másodperc, ez itt már nem lesz meg. Na, 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 csak egy fék, nem, nem. És ott van Exist. 3-0-ra győz. Hát 3-0 bizony. Mi 3-1-ről beszéltünk az Astralis javára. Igen, igen. A korábbi formák alapján egyértelműen... Nem alaptalan, így van. Igen, egyértelműen az Astralis szűnt esélyesebbnek. Az analizdáltal is ezt erősítették meg. Eléggé nyögvenyelősen, nehezen int el a FaZe karrierje ezen a versenyen. De végül sikerült megverni az Astralist. És hát szerintem az MVP medált a részükről a Guardiannak egyértelműen kioszthatjuk, és valószínű, hogy meg is fogja kapni. Megtört egy átok, az erről is beszélhetünk. Hiszen a FaZe idén már 2 döntőt játszott, mind a 2-t elveszítette. És Exist emeli fel ezt a nagyszerű trófeát, a tálat. Beugróként érkezett a csapatba Olofmeister helyére. Hát, de meg kell hagyni, rendesen helytált. Miért egy kupáját dobálták volna így? Ha, igen. Szépen körbejár.